gyerekkoromat színészként, színészi öntudatban éltem le, aztán elmentem rabbi növendéknek, utána visszajöttem a színházhoz, zsidó színházat alkotni, és végül bezártam a zsidó színházat, megalapítottam a Szajtó Mortale társulatot, darabokat rendeztem, közösséggel lehúváltam, politizáltam, közügyekkel foglalkoztam. Ezt csináltam eddig. Miért kell bezárni a zsidó színházat? Hosszan vagy röviden? Röviden. Mert elvirágzott. És mert nem volt táptalaja, hogy tovább létezzen. Nem kellett tovább léteznie. Az, amit mi megtaláltunk, a közösségi színház lett, a közösségteremtő, valóban sikeresen közösségteremtő színház, és az nem élhetett meg a beparázott, bemerevedett pesti zsidó jelenbe. Utána megalapítottuk a Szalto Mortale társulatot, Lucy Straté, az 40 előadás, akkor még vittük az Arturóit, amivel most fogunk azért búcsúzni, hogy hiszen az volt a zsidó színháznak is a záró darabja, és ennél aktuálisabbat most nem tudok mondani, mint hogy a semmiből létrejött egy olyan előadás, amikor a szomszédban sok pénzből megcsinálták, nagyon szépen, sikeresen. A politikai rezsimváltás után fél évvel le kellett venni. Mi most is játszunk. Meg hát a Szent Ivánék parti, ami a diszkószínházi kísérlet, óriási energiában a befektetés, elképesztő taknyolás. Én nekem ezzel még dolgom lesz. Meggyőződésem, hogy diszkóban lehet színházat csinálni. Kocsma színház érdekel. És akkor most mi az oka végülis ennek az emigrálásnak? Hát nézd, tudtam Arturóit csinálni úgy, hogy közben utcaseprő voltam. De most már utcaseprő sem vagyok. 34 éves vagyok, negyed évszázada élem ezt a színház nevű poklot, édes poklot, hogy azt gondolom, hogy ha itt maradok, akkor begyebesedek. Itt már nekem új impulzusokra van szükségem. Szégyen, hogy alig beszélek angolul. Én tényleg beszoptam azt az álmot a rendszerváltásnál, hogy mi Európa leszünk, és úgy leszünk itt magyarok, meg magyar zsidók, mint a kaliforniai, hogy ő egy nagy egésznek egy büszke része, és én nem tervezek, én nem akarok ázsiai lenni, én európai akarok lenni. Tehát ez politikai okokból emigrálsz, akkor ha jól értem. Politikai, más is van, a színháznak jelenleg szükségszerű ez a pusztulás, ami létre jön Magyarországon. Az a színház, amelyik nem a nézőtől függ, illetve a szponzoroktól, érted, hogy független színház nem létezik. Nézői egy bevételtől függhetsz. Befektetőtől, szponzortól függhetsz, végül pedig függhetsz állambácsitól. Nyilván, ha mind a háromtól függsz, akkor vagy viszonylag független, az állambácsi a legveszélyesebb. És Magyarországon nincsen jelen polgárság, ami volt is elmúlt. A kocsmában nincsen pénzük még 2000 forintot fizetni arra, hogy a sör mellé színházat nézzenek, akkor se a cicik vannak. Tehát, hogy... Érted? És ez elég gyorsan történik. És akkor mi a kaland? Mi a kaland lényege? Ugye ez egy utazás részedről, egy új világba lépve, szóval ez egy kaland. Ez egy hatalmas kaland. Fogalmam sincsen róla, hogy nem a mostani Arturói lesz életem utolsó rendezése, hiszen ez egy akkora karmikus váltás, amire nem vagyok és nem is lehetek felkészülve. Az életemmel lehetek felkészülve bármire.
Tehát mi az, amit keresel? Ha van ilyen, mondjuk egy kalandor mindig keresel. Hát mondjuk azt kipróbálnám, hogy milyen, hogyha az embernek van hely. Van. Indiai haverjai, feka haverjai, érted? Meg olyan, meg mexikóiak, és érted? Tehát, hogy nem csak 8-10 helyi crew sörözésében részt venni, és világ megváltásaiban, ahol 3-4 hangadó majd megbeszéli, hogy mi az országos jó, hanem olyan emberek között, tehát hogy elképzelni nem tudom, hogy milyen lehet egy 12 milliós városban lakni, pedig 2 milliós, van, azt látom, az a valóságom. Ehhez képest London 12 milliós. És ez nagyon-nagyon sok érzékelési lehetőség.